olyan lelkesek lettünk, hogy ilyen sokan vagyunk a stúdióban, mert hogy megérkezett Méhi Zsuzsa, állandó utazási szakértőnk, és ismét izgalmas, érdekes és kedves vendégeket hozott. Lénárd de Klerk és Jeroen van Drunen, jól mondtuk. Igen, a neveit. Tökéletesen. Igen. Szervusztok. Sziasztok. És akkor ez ebből is kiderül, hogy holland mi voltotok ellenére, mellett Magyarországon éltek, és tudtok is jól magyarul. Mióta éltek itt? Én először akkor ide jöttem 93-ban ösztöndiásként, akkor hát holland egyetemi hallgató voltam, és volt lehetőségem, hogy itt hát Magyarországon egy fél évig tanulni, és ez volt a kötelezettség, hogy egy három hónapig akkor hát állandóan csak magyarul tanuljak. Akkor ez volt a kezdet. Utána hát Lénáddal együtt 2007-ben visszajöttem, és itt Pesten szoktunk dolgozni, élni, és csak majdnem 10 éve átköltöztünk Borsodba, egy pici falucskába, hát Iruta, és ott először felújítottuk egy régi kúriát, ott most már van az a lakóhelyünk és az irodánk is. Utána pedig terveztünk egy klímasemleges üdülőhelyt, ez három villából, meg egy merencéből áll. Ez az Iruta Eco Lounge. Ez Iruta Eco Lodge, így van, Lodge. Igen. És most már hát lassan indul ennek a hetedik szezonja. Wow, hát le a kalappal. Ez nem semmi történet. Hogy kerültetek Irutába? Hát amikor még Pesten laktunk, volt egy amerikai barátunk, és neki volt egy hétvégi ház Szalonán, ez Aktelek felé, és majdnem minden hétvégén oda szoktunk járni, és annyira tetszett nekünk a táj, mert ez nem lapos, mint a Alföld, és a hollandoknak ez nem érdekes, egy lapos föld, és hát dombos, szép, még azt látok, hogy hát itt van lehetőség fejlődni a turizmus is. És hát volt egy álmunk, hogy felújítsuk egy romos kúriát, néztünk az interneten, és akkor találtuk egy romos kúriát, pont Irután. Igen. Elképesztő. Zsuzsi, itt elraboltuk előd a sót egy kicsit, de hogy került Irutára? Mondjuk nyilván te mindenhol vagy, de azért mégis Irutára hogy került, és miért javasolnád, hogy más is kerüljön oda? Én kimondottan vadászok azokra a helyekre, amik érdekesek, különlegesek, Magyarországon belül is, és engem az fog meg, hogyha a helyben benne van a házigazdáknak a világnézete, a szellemisége, amit ők képviselnek, és az olyan, ami hozzám közel áll, akkor már olyan, mintha barátok is lennénk szerintem. Tehát akkor érzed azon a helyen, hogy ez egy kicsit más, mint a többi. Nem csak egy szálláshely, nem csak egy étterem, nem csak egy attrakció, hanem abba személyiség van, karakter van, és Irutában van. Tehát én ezt keresem. Tehát valahogy elém került szerintem. Talán úgy került elém, hogy külföldi ökolodzsokat nézegettem, és akkor azon gondolkoztam, hogy milyen kár, hogy Magyarországon még nincs. És volt. És dehogy nem van. Mit jelent az, hogy ecolodge? Az pontosan mitől lesz ecolodge? Hát ez egy fenntartható szálláshely, azt jelenti például, amikor építettük a három villát, így igyekeztünk használni használt építőanyag, vagy használható építőanyagot használni. Például a szigetelés, ez cellulózból áll, és ez használt újságpapírból készült. Más például ez a például esővizet gyűjtünk, és a WC-öblítés és a mosás ez esővízzel történik. Akkor nagyon jó puha minden. Az ágyneműt is abban mossátok? Mert persze, igen. Mert hát ez sok a mosás, ha 18 fő, akkor pár éjszakát nálunk voltak, akkor óriási a mennyisége.
Még az ennek is érdekes, hogy csak egy harmadat mosóport használni kell, mert annyira lágy a víz, azért puha is, de kevés mosóport is lehet használni. És mi is fontos, hogy egy biomedencénk van, akkor hát vegyszer nélkül működik az egész, és ez nem csak a természetnek nagyon jó, hanem a bőrnek is, akkor ha ne legyen annyira agresszív anyag a vízben, akkor ez akkor hát két irányból jön akkor a pozitív dolog. És mennyire voltatok ti ebben jártasak? Tehát amikor elhatároztátok, hogy ezzel egy ilyen fajta szálláshelyet szeretnétek létrehozni, melyikötöknek volt ez a szakmája? Hát én eredetileg hát diplomata volt Hollandiában, az teljesen más dolog, de hát ez volt egy jó szép kihívás, és azért, mert nekem nagyon tetszik akkor a design, akkor hát én főleg hát ezzel foglalkoztam, Lénárd pedig akkor ő a, mondjuk az ÖKO szakértő. Igen, én mérnök, eredetileg akkor villamosmérnök vagyok, de volt egy cégem, és foglalkoztam a széndioxid kibocsátás csökkentésével, akkor ez régen ez a Kyoto egyezménnyel, de akkor ez tanácsadó másoknak, és az volt nekünk az álmunk, hogy már egy saját helyet létrehozunk, ahol tényleg nincs széndioxid kibocsátás. Kik a vendégeitek? Hazai, magyarok, külföldiek? Az nagyon érdekes, hát először úgy vártunk, hogy csak hát jöjjenek inkább a külföldiek. Ez úgy volt, hogy hát a kezdetben hát 70-80% volt a magyarok, és csak a főszezonban jönnek a vendégek. Sajnos most természetesen a covidos időszakban teljesen hát átalakult a helyzet. Most azt merem mondani, hogy majdnem 100% akkor a magyarok, és mi természetesen nagyon örülünk ennek. És jönnek a külföldiek is, de most hát főleg Pestről az itt élő és dolgozó külföldiek, de hála Istennek jönnek a magyarok akkor sokan. Zsuzsi, még annyi, hogy a környéken mit érdemes még mondjuk, hogyha valaki akkor megszáll azért ott a Eco Lodge-ban, mit érdemes mondjuk megnézni ott a környéken? Fél percben. Az erdőt, a fákat, de leginkább élvezni a falut, az a legjobb, de a környéken el tudsz jutni aktelekre viszonylag könnyen, az egy klassz kirándulás. Vannak bicikliétek? Igen, házban, igen, tehát lehet bringatúrázni, egy kicsit utazni kell hozzá, de mondjuk Miskolc környéke, Lilafüred, aztán ha egy kicsit arra megyünk, akkor Tokaj, tehát valamit útba lehet ejteni mindenképpen. De itt elsősorban a friss levegő, a természet közelség és a nyugalom. Igen. Tehát szerintem azért jönnek hozzátok. Hát igen, van egy hosszú listánk, mit lehet csinálni, és akkor amikor érkeznek a vendégeink, akkor persze kérdeznek, mit lehet csinálni. Amikor majd pedig távoznak, akkor na, és mit csináltatok? Hát itt a medencénél ültünk, és mentünk egyszer vásárolni, de annyira szép, hogy minek megyünk. Ki kell próbálni. Máshova. Köszönjük igen. Szépen, és gratulálok, köszönjük. Hogy gyönyörűen beszéltek magyarul. Nagyon szépen köszönjük. Meg hát mindenhez gratulálunk, köszönjük, hogy jöttetek.